Sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Mobilizből, engem Molnár Milánnak hívnak. És most elsősorban a másodikasokat hívom egy kis közös kísérletezésre, de mindenki más is szeretettel várok, hiszen olyan kísérletet csinálunk, ami nagyon könnyű, nagyon egyszerű, és valószínűleg minden háztartásban egyszerűen elvégezhető. A, viszont a következményei, azok a gondolatok, amik ebből fakadnak, azok igazán-igazán izgalmasak és nagyon messze vezetnek. Gondolkodtunk-e már azon, hogy, amikor, hogy egy fa, az hogyan juttatja el a vizet a lombkoronájába? Vagy akár egy bármelyik növény, amelyik a, a magasan odaföl, hogyan nincs benne szivattyú, nincsenek neki víztornyai, hogyan jut fel oda a víz? Hát ez nyilván ez egy összetett folyamat, és sok minden kell hozzá, de van egy olyan fontos dolog, amit mi magunk is egy egyszerű kísérlettel megvizsgálhatunk. Ugyanis a, a fának a gyökereiben és a sejtjeiben nagyon sok olyan anyag található, ami körülötte kívül a talajban nincsen. És ezért a víz, ami kívül megtalálható, az befele áramlik, mert arra törekszik ez a rendszer, hogy odabent a növény belsejében található ö, térrészben felhiguljon ott az oldat, ritkább legyen, és ezt nem úgy éri el, hogy leadja magából az anyagokat, hanem vizet ad hozzá. Gondoljunk csak bele, hogyha egy cukrot felold, egy kocka cukrot feloldunk egy kávéscsészényi kis vízben, az nagyon édes lesz, de ugyanezt az egy kávéscsészényi vízhez hozzáöntünk még egy liter vizet, észre se vennénk, hogy volt benne cukor. Ezért, ha több víz van benne, akkor nem annyira tömény az oldat, kevésbé, kevésbé tömény az oldat. Kisebb, úgy mondják a tudósok, egy kisebb a koncentrációja. És erre törekednek a rendszerek, hogy a koncentráció csökkenjen. Hogy lehet ezt egyszerűen bemutatni? Hát úgy, hogy használunk egy szemmazsolát. A mazsolának a belsejében rengeteg cukor van azért, mert úgy készítették el a mazsolát, hogy a friss szőlőszemet igen magas hőmérsékleten elkezdték aszalni. És ettől az aszalástól a víz elment belőle, de a cukor meg egyéb anyagok benne maradtak. És azért ilyen rücskös. Nézzük is meg, hogy néz ki. Meg tudom mutatni itt a mobiltelefonom kamerájának a segítségével mindenkinek, hogy itt a hátam mögött, hogyha ide ráközelítünk nagyon közelről, akkor remélhetőleg látszik, hogy ez egy ilyen nagyon rücskös, nagyon ö, ráncos felületű valami a mazsola, hiszen, mondjál, elvesztettem a mazsolánkat, itt van, Tehát nagyon ráncos, nagyon-nagyon ráncos, nagyon rücskös. Arra fogunk tehát törekedni, hogy a mazsolánkat kisimítsuk. Hát ezt úgy lehet elérni, hogy simább legyen, hogy egyszerűen el kell érnünk, hogy víz menjen bele. Hát ezt hogy érjük el? És a világ legegyszerű dolga. Hiszen, mint megbeszéltük, oda bent nagyon sok cukor van, meg nagyon sok más anyag. Ha mondjuk tiszta vízbe dobom, akkor a víz a szőlő keresztül, mint egy ilyen membránon, hártyán keresztül, szépen elkezd majd befele mozogni. Tehát mire van szükség a kísérletünkhez? Nézzük meg! Semmi másra, mint egy pohár vízre és egy szem mazsolára. Na meg egy kis türelemre, ugyanis ez a folyamat, mint általában a biológiában a lévő folyamatok lassan játszódnak le, és ez bizony eltart egy-két napig, de érdemes félretenni ezt a, ezt a pohár vizet, így ahogy van, letenni a konyhaasztalra, vagy akár félretenni valahova olyan helyre, ahol nincs útba, és megnézni egy vagy két nappal később, kivenni onnan, és megnézni, ugyanolyan ráncos maradt-e a mazsolánk. Ha nem ráncos, az azért van, mert a felülete ugyanakkora maradt, mint eddig volt, viszont benne lévő anyag, a térfogat növekszik meg, és ezért azt a felületet kifeszíti. Gondoljunk csak arra, mint egy labda. Amikor leeresztünk egy foci labdát, akkor meg lehet fogni, össze lehet gyűrni, de ugyanakkor a felülete marad, de ha telefújjuk levegővel, megfeszül. Hát ezt várjuk a mazsolától is, mert a víz kívülről bemegy, hogy belül hígabb legyen az oldat, ezt hívják ezt a jelenséget ozmózisnak.